Mindegy, jó lesz így, mindig is így szoktam kezdeni a dolgokat. Oké, és? Az ott jó lesz, jó. Akkor képítsük itt a dolgot. Most kétesen azért van egy későbbi stream, mert holnap, hát mondhatni, megyek iskolába, de nem kell korán bemennem, szóval lesz bőven időm. Ergo most tudok, hát kicsit, nem olyan sokkal, de tovább valamennyivel streamelni. Mert streameltek egyébként akár évfélig is, de holnap még a nagy, mondhatni, kirándulás előtt még lesz egy dolgom, pár dolog, amit el akarok intézni, szóval ja. De én szerintem ez bőven elég lesz az a másfél óra. Én azt gondolom. Meséltek, hogy tett, kinek hogy tett a mai napja. Mi a terv a erre a hétre. Ugye vasárnap munkaszüneti nap van, szóval így. Ja. Volt itt nem lesz jó, akkor várjál. Elveszük a megoldást. Vagy csináltuk a másik oldalnál. Esetleg annyit teszek, hogy nem sokkal, de valamennyivel feljebb veszem a hangot, de... Talán ennyi. Többre nem fogom felvenni. Ezt a szigetet meg szépen így felrobbantjuk. És távol megyünk. Ajaj, ó, te! Kapott még a lépcső is, ó, te! Na mindegy. Kiszabadult ki. Hopp, itt egy csontváz. Kettő csontváz, egy jobb a kínálat. Nem kell aludni egyébként, hogy is kreatív vagyok. Rájöttem az első részt, hogy minek alszok, amikor alapból kreatív vagyok, azt túl se támad meg semmi. Szóval, ja. Itt vagy a streamen, Zsolti? Vagy még esetleg még nincs itt, ki tudja. Ez ugye elmondom, még építjük ezt a csodás lejáratot, hogy hogy néz ki a heti menetet. Előre szólok, ezen a héten elég kevés stream lesz. Kettő, ugye a mai napod SMP, és majd vasárnap este még kérdőjelben van, hogy mikor fog kezdeni, ez attól függ, hogy mikor érünk haza Győrből, ugye ahol fogom menni majd hétvégén. Ettől is fog függni, hogy mikor fog kezdeni, majd vasárnap. Szia Katos, üdvözöllek a streamen! Mi a helyzet veled? És mi a terv a hétvégére? Erre a hétre. Nem sok minden, tenap volt stream, meg ugye most is van stream, hétvégén meg
ezen a héten családi programban megyünk Győrre. Győrbe. Nem tudom beszélni sem már. Jó hang, Kattos? A játék hangja meg az én hangom? A zenét azt lenéz, az csak háttérben van. Direkt halkra van téve a jó kis némítás miatt, mert a múltkörre kaptam egy kicsit. Azt kell, hogy mondjam. Ahhoz képest is, hogy nagy részben inkább magyar zenék voltak. Na, na körülök. Benne a kézede volt Uncharted stream, hát hallod, megnéztem, hogy hogy kellett volna azt a küritmet csinálni. Annyira hülye voltam, melyik annyit kellett volna csinálni, hogy körbe kellett volna így menni azon a vasas valami, azon a cuccon, és akkor úgy rákötni. Azt erre én hülye azt csináltam, hogy rákötöttem a kettőt egy helyre. Mondom, az úgy szép, azt most újra kell majd kezdeni a következő ilyen PS4 screenbe ezt a küldit. Nem a játékot, meg éneket, hanem csak a küldit. Azt kéne még újra kezdeni. Hangot, ha szemlézik, akkor a tegnapi stream az jó volt, mert utána néztem a tegnapinak is. Hát nem volt a legjobb a hang, azt kell, hogy mondjam. Gyakorlatilag a játék az hangosabb volt, mint az én hangom. Szóval, ja. Lassan leírunk most már végre. Itt lehet, hogy fordulni fogok egyet, mert azért... Hát nem a lábába szeretném vinni ezt a lépcsőt. Igen, Kattos. Igen, ez igazából sokat kell baszakodni a hanggal, amire jó bevet. Jaja. Bár őszintén mondva, szerintem a múlt héten a legjobb stream az Odyssey volt, a szombat Odyssey stream. Péntek is volt rossz, csak ott meg az volt a baj, hogy így, hát... voltak ott gondok, maradjunk annyiba, de nem volt rossz. Ennél már volt rosszabb stream is, mint a pénteki Odyssey, de múlt héten magasan a szombat Odyssey volt szerintem a legjobb. Streamom a múlt héten, az összes közül. Hát itt fordulni kéne. Kicsit még feljebb. És akkor valahol ott lesz a vég a póknál. Még egy kicsit. Itt jó lesz. Az ott nem lesz jó. Á, kicsit hosszú lett. Így. Nem. Rossz blokk. Egyébként a podcast, az szerinted mikor lesz esedékes? Fú, hát figyelj, Kattos, attól függ, mert még majd májusban szeretném visszahozni ezt a podcastot így több mint. Mikor legutóbb a podcast? Talán februárban, de az nagyon kritikán alul volt a második rész. Szerintem oda nem is készültem annyira rá, témára nem volt annyira. Szóval az volt így, azóta inkább szüneteltettem a dolgot. Maradjunk annyiban. De majd májusban vissza fog jönni egy új dizájnnal meg ilyenek. Talán... május közepe? De inkább nem megérek, mert ennek az ígérgetések már régen volt nála sajnos. Meg a szombaton napon is. Ugye azt ígértem szombatra, hogy na hát akkor 6 órás Odyssey lesz, akkor 6 órán keresztül 6 órát végig fogjuk nyomatni, de végül nem jött össze, mert hát nem tudtam annyira rákészülni, mert azt a időt, ami volt az a kis idő, délelőtt meg az a délután, azt inkább a hodokkal töltöttem, még feltöltöttem meg ilyenek.
Szóval, hogy átlesz szemlezve az egész podcast. Meg ez a vendéglista is. Ugye régen te ugye a 6.-7. rész környékén jöttél volna, de most változni fog a dolog. Szóval te leszel hogy a következő vendég. Utána pedig majd meglátjuk, hogy ki lesz, mert utána fogalmam sincs. Gondolkoztam volt, hogy Soltékot újra meghívom, de... hogy kettő gyencsin meg ezért, Dark, de... majd meglátjuk. Az a baj, kell rá idő, az meg alig van mostanság, mert az iskola az annyi időt elvesz, meg a család, hogy az valami elképesztő, de nem is baj. Mármint a családi része az iskola, az probléma, de hát ez ilyen. Ezen a héten gyakorlatilag most szinte minden nap 8 órán lesz. Ma is 8 volt, holnap nem lesz 8 órán, meg holnap nem is lesz tanításom, mert holnap a osztályon elmegyünk a Debrecenbe egy ilyen kirándulásra. Azért megyünk holnap kirándulásra, mert a töri tanárunk, a fiatalabb töri tanárunk, az május végén el fog menni valami vizsgára, és emiatt vissza fog jönni a régi töri tanárunk, és akkor így búcsúzóként megnézzük ezt a déli múzeumot, valami kiállítás volt a tanár, meg egyéb dolgokat, ilyen történelmi tematikájú dolgokat nézzük meg, szóval, ja. Alapból szeretem a törét, szóval érdekel a dolog. Bár egyszer voltam már régebben, amikor volt ez a múzeum, a készakája a déli múzeumban, de... másodjár, hát ha valami újdonság lesz, de nem hinném. Nekem hála Isten, csak egyszer van 8 órám. Na, annak körülj. Anyadikos vagy most, Kattos? Kilenc, aha. Akkor annyi, mint én. Örülj neki. Gondolom technikumban jársz, nem? Az van az iskolában, hogy nem mondom azt, hogy legszarabb, de az igazgató, meg egy pár tanárom az annyira... hú, hogy nem mondjam inkább, hogy jellemezzük az osztályba a mi csoportunk, mert hát az annyira nem lenne kellemes, ezt most kimondanám élőadásba. Tudom, ezt inkább hanyagoljuk, hogy ezt kimondom. Talán privátban elmondom, de streamen nem fogom elmondani. Mert nem szeretnék ebben problémát. Vaja. Aha. Milyen szakom vagy? Apropó, ma kezdődött a szakmasztár Pesten, láttam. Hú, mint Orbán mondott a beszédbe, azon én beszartam. Azt mondta, hogy mondta? Magyarországon azért lenne jó, hogyha itt maradatok, mert hogy biztosítjuk nektek a fizetést, egy normális fizetést, a család, a családalapítás meg ilyeneket, bakker. Nem. Ilyet kimondani. Elég volt az, amikor a izé mondta. Amikor a távozó fiataloknak mondta, hogy ki fognak most vándorolni a választások miatt. Hogy Magyarország a legjobb hely, máshol nincs ilyen. Európán belül máshol nincs ilyen legjobb hely, mint Magyarország. Szóval, hogy így ilyeneket mondani. Szerintem még ő is rogott volna rajta, ilyet mond. Már őszintén az ellenzés lett volna jobb, csak értitek. Azért ilyet mondani, ilyet hazudni a csém.
szépen szétpusztítjuk akkor. Gyorsan megoldjuk. Mondjuk nekem a nagy álmom, az is sikerült teljesen rejtett maradnom az osztályomban, és csak 3 ember tudja, hogy streamelek, meg ilyenek. Aha. Hát figyelj, az én osztályomban... Á, nem akarok hülyeséget mondani. 3, igen. 3 ember követ a csatornámat. De velük jóban is vagyok. Például az egyik képzeled el, az egyik osztálytársam téged ismer. Meglepődtem, hogy... Az hogy? Szóval, ja. Valahonnan ismert téged. Nem tudom, nem kérdeztem tőle. De én szerintem látta valamelyik videódat YouTube-on, vagy fogalmam sincs. Valamelyik angol órán mondta. Talán múlt héten. Jó. Ezt muszáj felszedni? Csak el fog tűnni. Jó. Akkor ez is megvan. És akkor én azt mondom, hogy kezdjük el díszíteni a lépcsőket, meg ilyenek. Elsősorban kezdem a... Nem a dzsungelessel, hanem a falusi híddal. Csak el kell nevezni, mi legyen ennek a hídnak a neve, azon gondolkozok, hogy... Nem tudom. Mindjárt kitalálunk valamit. Ez kell nekem. Hát ő nem lesz jó. Valahol megteszünk egy ilyen tartószerkezetet, vagy valamit. Az mondjuk lehet, most is éppen egy YouTube videón dolgozok. Na. Milyen fajta YouTube videón dolgozol, szabad tudnom, kattos. Vagy titok. Na ez így jó lesz. Egyébként a következő is látszok, hogyha minden megy, akkor majd egy hosszabbra tervezem. Nem ilyen 2 órás, 1,5 órás lesz, hanem inkább ilyen 3-4 órás. Az ott nem jó. Úgy. Ó, az ott nem jó. Amit még múltkor mutattam streambe. Uha. Most tudom, mikor néztem neked legutoljára a streamedet. Akkor, amikor beszéltünk a ilyen iPhone meg Androidos dolgokról. Nem tudom, hogy abból a streambe mutattad a dolgot. De akár el is küldtem egy megnézésre, ha szeretnéd. Felőlem, hogy érzed. Várjál, mert nem az, amit izé, az a... Volt valami evented nemrég. Valami nyereményes event, vagy nem tudom mi a fene.
Ahol lehetett nyerni, nem tudom annyi forintot. Ó, és akkor itt ott lesz, hogy... Ezeket eltesszük. Sem kell. Ne inkább fél lapból legyen? Vagy nem azt mondja, itt lesz a fél lap, itt. Itt mi legyen teljes blokk. Hoppá, ezt nem oda. Azaz, kösz. Oké. Okay. Ez hogy keres itt? Oké. Okay. Még azelőtt volt, azt hiszem oksa, akkor egy pillanat. Feltöttem, nem nyilvánosba. Okés. A stream után lehet belenézek. Amíg lesz energiám. Jó. És akkor meccsök még a felső részt. És akkor utána pedig majd itt a lapos megoldást. Fél lapos megoldást. I'm tired.
Jó. Ezt lehet. Jó. Hát inkább itt valami tartószerkezet kéne. Ez maradjon. Nézzük meg! Az az még nem jó. Az inkább így. Akkor lesznek itt egy pár darab ilyen tartószerkezet. Jó. Jó. Így jó lesz. Szerintem legalábbis. És akkor ezt itt szépen elfedjük. Á, nem ezzel kéne. Inkább kővel. Tehát volt. Oké. Jó. Hát azért nem jó. Á, ezt inkább bontsuk el, mert ocsmányul néz ki. Így inkább több értelme van. Ok.
kéne egy kis ide pusztítás, hogy jó legyen a dolog. Az nem jó. Várjál. Probléma. Tegyünk rá egy ilyen blokkot. Akkor jó lesz. Nézzük csak. Ha? Ezt bontsuk el.
Ja, hogy... Ó, de hülye vagyok. Azt hittem, hogy mi a probléma. Nem értem. Várjál, most bontsuk le. Szóval ez itt jó. Oké. Okay. Ez így is van. Ez is jó itt. Gyakorlatilag. Ez viszont itt valamiért nem jó. Nem így kéne. Most tudom már, hogy volt ez. Á, most jó. Oké. Okay. Megoldottuk nagy nehezen. A pont-pont-pont hidat. A diamet is. Szépen mesélkozott a falu felé. Mondjuk tegyük fel. Így. Az nem jó. Aha. Opa. Kettős a mélység. Honnan? Innen. Jó, azért nem annyira mélyre. Hoppá! Ezek nem azok a... Fantomok azok.
most már állítólag jól nagy kéne, hogy legyen. Azt is már csáltjuk egyébként itt. Ezt a... Hogy van ez a lyuk? Pont, hogy ez a lyuk. Valahogy így. Hát nem, ott ki kell tölteni, legyen. Kettővel lejjebb. Ja, jó. Oké, az ott már mindegy. Esetleg ezt megcsináltam. Így. Tovább nem húzom. Itt meg... Ezt minek csináltam, ezt itt meg? Jó, hogy ezeket eltüntessem? Na, végre égtek! Inkább így. Nem lesz jó. Dehogy nem. Ennyi. Ezt meg... Szerintem hagyjuk meg. Ez úgy jó lesz. Oké, ez elrendezve. Jön ez. Na, ez itt már jó lesz. Legyen egy 2x2-es. Így. Ne fogd be csodókat, csak ezt itt elkezdem. De megyünk a másik kettőre, bár szerintem nem fogom befejezni ezt a kettőt. Nem lesz rá idő. Eddig megcsinálom. Lehet nem, mert lesz a végleges, de így valamennyire belekezdtem, hogy nézem már ki valahogy. Értitek?
Jó. Oké. Akkor ez a rész kész. Mindennel együtt. Kezdjünk bele a dzsungelbe, az biztos, hogy megint a ez a rész fog kiesni. Hú, itt mi van te? Húva? Valami nem jó. Lehet itt méretezve a dolog. Itt például, hogy... Így. Ott is van valami kihagyás. Jó. Oké.
Oké, ez már jó lesz. Majd hogy csináltam? Akkor itt valamit nem jól csináltam meg. Mert összekötve kéne legyen a kettő. Most akkor mi van? Most így összezavarodtam, hogy most mi a fele van? Ez így a jó. Így. Kéne legalábbis, hogy legyen. Itt valami nem jó. Itt valami nem jó. Hát, szóval itt meg kell nézni, mert... Hát, így kéne legyen. Így. Igen. Nem úgy volt, hogy izé? Hát nézem meg. Össze volt ott fent kötve. Jó. Akkor magyarán így. Ez meg nem jó. Na várjál. Aha, itt el lesz számolva a méret. Úgy kéne itt jönnie. Így. De ez így nem jó. Tudod mit? Itt se jó. Hát akkor srácok, itt a kerítések nem volt, nagyon elrontottam.
De jó, még ezzel itt kínlódni. Tehát az ilyen. Konkrétan az egészet rosszul csináltam, mind a kerítés, mint a blokkozást. Ki is törtem a lépcsőt megint.
Hát akkor srácok, ennyi lett volna mára a Tender Beast SMP, a server építésének a harmadik része. Legközelebb fogunk találkozni, azt, hogy mikor, azt még nem tudom, az majd attól függ, hogy mennyi időm lesz, szabad időm, meg ilyenek. Szóval, ja. Én köszönöm szépen a figyelmet, én Tender Beast voltam, mindenkinek jó éjszakát, és kitartást a napi naphoz, fulli munka, meg ilyenek. Szóval, ja. Sziasztok!